Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés, mit fog tenni. Mielőtt rátérnék ezekre a kérdésekre, megemlíteném azt, hogy minden hónapban, így hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom. Ez e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy bizonyos téma, amire kitérek, azon kívül van egy havi angyal, és elmagyarázom azt, hogy mit jelent ez az angyal, milyen kihatással van ránk, és minden hónapban van egy asztrológiai előrejelzés, hogy mi történik majd a következő hónapban, mit közölnek a csillagok, és akik megrendelik ezt az ingyenes hírlapot, minden hónapban van egy akciós jóslás fele áron. Egy kártya kivetés indiai asztrológiával együtt, tehát fele áron. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi foglalkoztatja őt, mi a terve. Ez itt látható. Itt az érmék, tehát az anyagiak vagy a munkája áll a középpontban. De jelenti az értékeket is. Látható a tartásán, hogy valamit nem tud elengedni. Úgy fogja a dolgokat, mert úgy gondolja, ez jelenti a biztonságot. Holott nem értékekről van szó, tehát fontos lenne az, hogy bizonyos gondolatokat, kapcsolatokat, vagy egy bizonyos helyzetet maga után hagyjon, hogy el tudja ezt engedni, mert amíg nem történik meg ez, akkor nem tud előre haladni, valami fogva tartja őt. A második kérdés az volt, hogy hogy érzi magát. Itt ezen a kártyán látható a múlt, a jelen és a jövő. Itt a múlt fájdalmas, tele könnyekkel. A jelenben inkább úgy befele fordul, meditál valami felett, nagyon visszahúzódó, elgondolkozik sok mindenen. És a jövő itt látható a kezében, és itt felül a sarokban, és itt ez a két kehely utal az érzelmekre, rád és őre. Azon kívül látható, hogy itt folyamodni fognak az események, és kitisztul valami. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Itt kezébe veszi a dolgokat, lezár bizonyos témákat, tehát ez sikerül, neki érzi azt is, hogy mennyire fontos, hogy legyen egy új irány, egy új kezdet, ami téged is lelkesít, ami őt is lelkesít, tehát hamarosan aktív lesz, és keresi veled a kapcsolatot. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a szerencse, a boldogság. Szerencsét hoz ez a kapcsolat, vagy ő boldog veled, és szeretné veled az idejét eltölteni. Bizonyos dolgokat még le kell neki zárni, ez tényleg így van. Valami lelkesíti őt, vagy ő közöl veled valamit, ami téged majd lelkesít, és itt látható a szerencse és a boldogság. Ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!